Sziasztok! Ebben a videóban 14. Lajos Francia királyról lesz szó. A képen láthatjátok, hogy 1643-ban került a trónra, de ekkor még kiskorú volt, és 64 évnyi tényleges uralkodás után 1715-ben halt meg. 14. Lajos az újkor legnagyobb hatalmú uralkodója volt, udvarát és uralkodásának módszereit pedig Európa szerte próbálták utánozni, napkirálynak is szerette nevezni magát, mivel a nap a mindenek felett álló uralkodói hatalom jelképe volt. Lajos tíz évesen került hatalomra, és a királyi hatalom ellen lázadó francia nemesek felkelése miatt el kellett hagynia a Párizst, és ekkoriban, mivel még túl fiatal volt az uralkodáshoz, Franciaországot a nevelője irányította a főminiszteri rangban, a lázadást végül sikerült leverni, de a kiskorú Lajos megfogadta, hogy székhelyét Párizon kívül fogja felépíteni, és olyan erős lesz, hogy a nemesek soha többé ne legyenek képesek veszélyeztetni a hatalmát. 14. Lajos fokozatosan szinte korlátlan királyi hatalmat épített ki. A nemeseket kizárta a királyi tanácsból, és az államirányítását az uralkodótól függő főhivatalnokok és királyi tisztviselők. 50 ezres serege segítette. Ők feleltek az adókbegyűjtéséért és az igazságszolgáltatásért, és a király által kinevezett és hozzá hűséges tisztviselők álltak a tartományok, illetve a települések élén. 14. leős uralkodása korlátlan királyi hatalom fénykora volt Franciaországban, és az uralkodó az állam összes hatalmi ágát befolyása alatt tartotta, így korlátlan hatalommal rendelkezett. Ugye Angliánál megtanultuk, hogy szétválasztották a három hatalmi ágat, itt pedig azt láthatjátok, hogy mind a három hatalmi ág a király kezében összpontosul. Állandó hadseregére és hivatali szervezeteire támaszkodva függetlenítette magát mindenféle más hatalomtól. Ő hozta a legfontosabb törvényeket, tehát ő volt a törvényhozó hatalom, ő irányította az államszervezetet, tehát ő volt a kormány, és tőle függött az igazságszolgáltatás is, tehát ő volt a legfőbb bíró a napkirály uralkodására Európa más országaiban is mintaként tekintettek, és a dián az ábrán láthatod a három hatalmi ágnak az összefoglalását, ahogy a király ők, ők kezében összpontosul. 14. Lajos a Vá Párizs melletti Versailles-ban építette fel azt a barokk stílusú Palotát, amely később mint EU szolgált Európa uralkodóinak és előkelő nemeseinek. A palota óriási méretei, márványoszlopai, hatalmas tükrökkel, csillárokkal díszített termei mind ugyanazt a célt szolgálták, lenyűgözni az ideérkezőt, és a kastély körüli hatalmas parkokban pedig száz és száz szökőkút ontotta a vizet, ezt láthatjátok a képeken. A jobb felső sarokban a palota tükörterme látható, és akkor az alsó kettőn pedig a palota különböző szögekből, igazából pont ellentétes irányból látszik a palota azon a két alsó képen. Reggelente a főinása ébresztette az uralkodót, akire legalább száz kiválasztott nemes várakozott, hogy segíthessen a királynak az öltözködésben viszont közülük csak néhánynak adatott meg az a dicsőség, hogy ő felségének nyújthassa a papucsát, vagy felhajtassa az ingúját. A hálószoba előtermében és szerte a palotában is előkelőségek várakoztak, és a király biccentése, illetve egy elismerő pillantás, vagy egy kedves szó örökre meghatározta udvaroncai sorsát. A bevételeket nem az adók emelésével, hanem a hazai termelés ösztönzésével és a kereskedelem élénkítésével szándékozták elérni. Ezért pártolták a manufaktúrák építését, és ugye ezeknek a feladata az ipari termékek előállítása volt. A dián láthatsz egy kis táblázatot amiben a C, illetve a manufaktúra összehasonlítása szerepel. Mind a kettő egy kézművesipari termelési forma. A C ugye a középkorban élte a fénykorát, a manufaktúra pedig az újkor fő termelési ipari formája. A C-ben megszabták az árakat, illetve a minőséget, tehát korlátozták a versenyt. A manufaktúrában pedig szabadon lehetett megszabni az árakat, így megjelent a verseny. Ugye a cégekben nem volt munka megosztás, az egész munkafolyamatot egy ember végezte, például, hogyha egy asztalos cében dolgozott valaki, akkor az egész asztalt, vagy az egész széket neki kellett megcsinálnia, ugye a lábaktól az asztallapig, vagy a karfáig bezárólag. A manufaktúrában viszont van munkamegosztás, nyöt más-más ember csinálta például egy-egy bútornak a különböző részeit, mondjuk, hogyha az asztalról van szó, akkor egy ember csinálta a lábakat, egy másik ember meg mondjuk az asztallapot. Aztán ugye a céhekbe nagyon szigorú és komoly feltételekkel lehetett csak bekerülni, ugye végig kellett járni a ranglétrát, ugye legény, majd inas lehetett valaki, és az inas évek végén vándorútra kellett menni, aminek a végén el kellett készíteni a remeket, ami alapján megítélt a többi címester, hogy alapíthat-e vagy nyithat-e saját cét az emberünk. És ugye a manufaktúrákban pedig bérmunkások dolgoztak, nem feltétlenül kellett érteni a termeléshez, vagy hát az adott munkához és pontosan ebből kifolyólag a C-ben nagyon kevés, de luxus minőségű, tehát drága terméket tudtak előállítani, a manufaktúrában pedig ugye a tömegesi partikkek termelése volt a jellemző, ami rosszabb minőséget, de olcsóbb termékeket jelentett. Ugye az ipari termékek elterjedését pénzügyi támogatásokkal és adókedvezményekkel mozdították elő, az olcsóbb külföldi termékeket pedig magas behozatali vámokkal sújtották, és így próbálták megakadályozni, hogy a franciák a hazai áru helyett külföldit vegyenek. És Kolber tanácsainak köszönhetően felvirágzott a francia gazdaság versenyképes fegyver, tükör, parfüm, illetve textilipar jött létre Franciaországban. A napkirály hadseregének átalakításával elérte, hogy Európa a legfélelmetesebb erejű és legkorszerűbb hadseregét hozta létre, bevezette a toborzást, a katonáit egyenruhába öltöztette, tisztképzőiskolákat hozott létre, és a hadsereg tagjait a lakosságtól elkülönítve kaszárnyákban szállásolták el, és a katonák gyakran hadgyakorlatokon vettek részt, tehát begyakorolhatták az adott taktikai elemeket például. 14. Lajos a katonai parádékon maga vezényelte a mintezredét, és a szemléken a saját kezével igazította meg például a katonák szalagjait, és a kedvenc szórakozása volt a győztes csaták utána kitüntetések osztogatása, a hadjáratok idei lóháton követte a hadseregét, és ugyanúgy szenvedett a hidegtől, a melegtől, mint a katonái, és egy alkalommal önfeletten bámulta a saját támadó csapatait, amikor az egyik katonája karon fogta és hátrébb húzta, és a király megdöbbent, de a csata után kitüntette a katonát, hiszen nyilván megmentette az életét. És az állandó katonai erő létrehozásának köszönhetően Franciaország Európa legerősebb szárazföldi, nagy hatalmává vált. Az utolsó képen pedig egy erődöt lát, amelyet 14. Lajos építetett, és a mai napig látszik a pontos mérnöki munka által megtervezett árokrendszer, illetve az erődöt körülvevő park is.